Idén immáron 23. éve kerül megrendezésre az Internet Fiesta, melyet az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervez minden évben. Ez a program az ország minden könyvtára számára nagy esemény, beleértve a Petőfi Sándor Városi Könyvtárt is. Igazából, ha belegondolunk, hogy 23 évvel ezelőtt mit jelentett az internet az életünkben, akkor választ is tudunk adni, hogy mi ez. Tehát próbálták a könyvtárak közel hozni a lakossághoz az internet használatát, értelmessé tenni, ne csak a csetelésre, ne csak a közösségi oldalak látogatására korlátozódjon az internet használat, hanem olyan tartalommal töltötték meg a saját weboldalaikat a könyvtárak, illetve olyan szolgáltatásokat kínáltak és mutattak be, amelyek a használók mindennapjait tették könnyebbé. Az idei Internet Fiesta célja a digitális kompetenciák erősítése, az internet felhasználási lehetőségeinek minél szélesebb körű bemutatása, a játékos tanulás módszereinek terjesztése, valamint a mesterséges intelligencia felhasználási lehetőségeinek megismerése. Továbbra is szükség van olyan eseményekre, amelyek a biztonságos net használatra, a közösségi média lehetőségeire és veszélyeire hívják fel a figyelmet. Az idei évben a Petőfi Sándor Városi Könyvtár két szélsőséges korosztályt szólít meg a program keretén belül. Március 24-én először a gyerekeket invitálták meg egy foglalkozásra. Mi az Olvasó Nyuli nevű kvízkérdés sorozathoz kapcsolódunk. Ez az, ami kortárs írókkal, költőkkel ismerteti meg a gyerekeket, és én ezt nagyon szívesen fel is olvasnám, mert Olvasó Nyuli egy fantasztikus teremtmény Szabó Magda a Tündér Lala című könyvéből. Olvasó Nyuli Tündérország könyvtárosa. Nagyon különleges élőlény, hiszen 9 pár szemmel és 2 zseblámpával született. 8 pár szemét mindig a nyakában hordta egy zsinóron, és cserélgette, hogy bírja az állandó olvasást. Március 30-án az idősebb korosztály számára tartanak egy internet használattal kapcsolatos programot. Egy olyan programot választottam, ami biztos, hogy hasznos lesz, és szép. Mégpedig magyarországi tájakon, magyarországi honlapok segítségével, illetve természeti honlapok segítségével. Tehát mi igazából ezen a délutánon egy virtuális kiránduláson fogunk részt venni. Ez az alkalom azon nyugdíjasok számára lehet kiváló lehetőség, akik koruk vagy egészségügyi állapotuk miatt már nem tudnak utazni, vagy azok számára is remek lehetőség, akik Magyarországon belül szeretnének minél több helyre eljutni. Az esemény tehát március 30-án, csütörtökön a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban kerül megrendezésre.